Ha a magyar média viszonyokat megvizsgáljuk, és azt akarjuk megtudni, hogy melyik az a platform, ami ténylegesen objektív és tényalapú újságírást folytat, akkor azt hiszem, hogy egyetlen egy esetben mindenképpen nagyon magabiztosan kijelenthetjük, hogy ez az. Ez pedig nem más, mint a Direct36. A Direct36, ami oknyomozó újságírást folytat Magyarországon, és olyan szintű, magas újságírói sztenderteket működtet, hogy őszintén megmondom, néha már nekem kicsit unalmasnak is tűnik ez a fajta újságírás. De az újságírásnak alapvetően nem is az lenne a célja, hogy izgalmas és szórakoztató legyen, hanem hogy tájékoztasson minket, és ezt maximálisan teljesíti a Direkt 36, akik olyan alapos kutatómunkát végeznek minden egyes cikk megírása előtt, és olyan pici stábbal dolgoznak, hogy ezért van az, hogy hetente vagy két hetente jelennek meg csupán cikkek. Ők nem a ma aktuális történéseinek és az éppen felgerjedő híreknek próbálnak megfelelni és ezzel kiszolgálni az olvasóikat, hanem egy tágabb perspektívában gondolkodnak, kicsit örökérvényűbb cikkeket szeretnének gyártani, és azt lehet mondani, hogy százszázalékosan csak is tény alapon hajlandóak megnyilatkozni. Amikor a Direkt 36-nak a podcastjeit hallgatja az ember, akkor néha bennem már felmerült az, hogy miért nem lehet kimondani itt a nyilvánvaló igazságot, amire a tények utalnak. De Panyi Szabolcs és szerkesztősége nem hajlandó semmilyen olyan konzekvenciát levonni az előttük lévő tényanyagokból, ami ne lenne százszázalékosan megtámogatva. Ez valami elképesztő újságírói minőségről ad tanúbizonyságot, és ha abba gondol bele az ember, hogy mi az az újságírói platform, amit érdemes támogatni, az azt gondolom, hogy a Direct36. Aki szeretné azt, hogy korrekt, igazságos tájékoztatást kapjon, annak valamilyen formában mindenképpen érdemes támogatnia a direct 36-ot. Nagy-nagy kár, hogy nincsen lehetőségük és erőforrásuk sokkal-sokkal nagyobb stábbal dolgozni, mert akkor sokkal több mindennel tudnának foglalkozni, és sokkal szélesebb közönséghez tudnának eljutni. Sajnos kis stábbal tudnak dolgozni, viszont az az anyag, ami a végén kijön ezekből a munkákból, az azt gondolom, hogy nagyon tisztességes. És minden esetben az időpróbáját is kiállja. És a Direct 36 valamilyen úton, módon, nagyon sok esetben hozzáfér olyan információkhoz, olyan benfentes információkhoz, amihez nagyon kevés újság tud hozzáférni. Történt ez ebben az esetben is, amikor Orbán Viktor távlatos geopolitikai stratégiájának bizonyos elemei szivárogtak ki. Egy olyan megbeszélésnek a részleteibe kaptak betekintést egy meg nem nevezett forrás által, ahol Orbán Viktor a hosszú távú geopolitikai ambícióiról mesélt. És nagyon érdekes ezt összehasonlítani azzal, amit egyébként a széles közönségnek, nyilvánosságban is szokott mondani Orbán Viktor: a kettő nem áll nagyon messze egymástól. Az, amit zárt ajtók mögött, az ő belső körének vagy érdekcsoportjának mond, és ami a nyilvánosságban széles körben elérhető nyilatkozat az ő részéről ebben a geopolitikai stratégiai témában, az nem áll messze egymástól, viszont a motivációk, a magyarázatok, illetve ennek a strukturális ideológiai megtámogatottsága azért eltér egymástól, és ezeket a nüanszokat szerintem nagyon érdemes megvizsgálni, amikor ilyen információk derülnek ki Orbán Viktornak a szűk körben előadott beszédeiből. És ezt szeretném most néhány idézettel, néhány bekezdésben kiemelni és átbeszélni. Itt van tehát a Direct 36 cikk, melynek az a címe: hogy zárt ajtók mögött Orbán valami nagyon mást hozott fel Ukrajna-EU csatlakozása ellen. Szabó András jegyzi ezt a kiváló összefoglaló cikket, melynek pársoros összefoglalása annyi, hogy a Direkt 36 információi szerint a miniszterelnök tavaly tavasszal egy zárt körű parlamenti tanácskozáson arról beszélt, hogy az ukrán csatlakozással túlságosan megerősödne a térségben az amerikai befolyás. Azt is mondta, hogy erre figyelmeztette Emmanuel Macron francia elnököt, de ő nem teljesen értette Orbán számításait. Na, de miről is van szó pontosan? A cikk felütése így hangzik. Tavaly évvégén ismét Orbán Viktora irányult a világ sajtó figyelme, miután az EU tagállamok vezetői közül egyedül ellenezte Ukrajna uniós csatlakozását. A magyar miniszterelnök többek között olyan érveket hozott fel, hogy Ukrajna túl korrupt, és hogy a csatlakozása óriási anyagi terhet róna a többi tagállamra. Hónapokkal korábban egy zárt körű tanácskozáson azonban teljesen más aggályokat fogalmazott meg – ezek inkább arról szóltak, hogy a saját kormányának geopolitikai mozgás terét érzi veszélyben. Hm. Arról beszélt ugyanis, hogy Ukrajna EU csatlakozása felborítaná az Európán belüli hatalmi viszonyokat, és túl nagy befolyást szerezne a térségben az Egyesült Államok. Nos, igen, nagyon érdekes, hogy az évvégén megfogalmazott érvek, amik itt is elhangoznak, hogy Orbán Viktor szerint Ukrajna túl korrupt és rengeteg anyagi vonzata lenne ennek a csatlakozásnak, ez zárt ajtók mögött Orbán Viktornál valami teljesen másban manifestálódik, vagyis a túl nagy Egyesült Államoki befolyás. Igen, Orbán Viktor tavaly évvége óta azt hangoztatja, hogy az ukrajnai EU csatlakozásnak nagyon komoly anyagi vonzatai lennének, Magyarországra nézve, nyilván ő ezt hangsúlyozza ki, őt teljesen hidegen hagyja, hogy ez a magyar hozzájárulás, ez a teljes összegnek mekkora hányadát tenné ki, ő csupán leegyszerűsítve annyit mond, hogy Magyarországnak ez nagyon sok pénzbe kerülne, és ez a nagy anyagi áldozat a magyarok részéről kárba menne úgy is, mert Ukrajna ugye a világ egyik legkorruptabb országa, ezt hangoztatják legalábbis a jobboldali hangok zárt körben pedig az Egyesült Államok kelet-európai geopolitikai ambícióiról beszélt. Nagyon érdekes, mit is takar ez? Azt gondolom, hogy az teljesen világos mindenki számára, hogy a Szovjetunió összeomlásával és a rendszerváltással az Egyesült Államok igenis geopolitikailag érdekelt a kelet-európai régióban, ezt nem is vetette véka alá, és a Szovjetunió hatásköre alól felszabaduló kelet-európai országok szívesen fogadták ezt a fajta közeledést az Egyesült Államok részéről. Azt gondolom, hogy ebben semmelyik oldal részéről nem volt semmiféle titkolózás, elhallgatás, vagy az, hogy itt bármi más hátsó érdekről lenne szó, ez egészen nyilvánvalóan kommunikálva lett mind a két fél részéről. A kelet-európai országok féltek Oroszországtól, a Szovjetunió utódállamától, az Egyesült Államok pedig szívesen nyújtott segítséget ezeknek az országoknak piac reményében. Aki emögött egy aljas és titkos összeesküvést lát, az szerintem fordítva ül a lovon. Na, de hogyan is szól az Orbán Viktor szerinti amerikai mesterterv a kelet-európai régióra vonatkozva? Így szól a cikk, hogy Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a kifogásaik ellenére is viszonylag gyorsan át fogják rajtunk nyomni Ukrajna eu tagságát. Orbán közölte, hogy az ukrán csatlakozással létrejön az EU-n belül egy olyan erőközpont, amelyet az Egyesült Államok fog uralni katonailag, illetve politikai és gazdasági értelemben is. Ehhez az Észak-Közép-Európai zónához fog tartozni Orbán szerint szorosabban a három balti állam, Lengyelország, az Oroszország által a területei egy részétől megfosztott Ukrajna, illetve valamennyire lazábban Románia is. Ezek olyan országok, amelyek Oroszországtól tartva szorosabb kapcsolatot ápolnak az USA-val. A zóna súlyát a miniszterelnök szerint az is mutatja, hogy az USA Nyugat-Európa helyett már csak Lengyelországba és Ukrajnába telepít fegyvereket. Belarus dolgában még meglátjuk, ott egy-két színes forradalom még megtörténhet, fogalmazott Orbán utalva a több posztszovjet országban korábban kirobbant, és az oroszok szerint amerikai támogatással zajlott tüntetéssorozatokra. sorozatokra. Orbán szerint így egy esetleges belarusz forradalom révén még nagyobb lenne az amerikai dominanciájú zóna. Hát én nagyon kevéssé látom ezt végbe menni, hogy belarusznak sikerülne levetnie magáról az orosz befolyást és a Lukasenka által több mint két és fél évtizede zajló diktatúrát, de teljesen egyértelmű, hogy én ezt kívánom Belarusnak, és nagyon szeretném, ha ez megtörténne abban az országban. Minden esetre itt érdemes egy pillanatra a térképre ránézni, hogy hogyan is állna ez az észak-kelet-európai tengely össze Orbán Viktor szerint. Itt láthatjuk tehát a térképet közép-kelet-észak-európára vonatkozóan, és nagyon érdekes az, hogy az orosz támadás után, a háború kapcsán milyen predikciók történtek meg a közéletben, hogy esetleges ukrán győzelem esetén milyen új geopolitikai átrendeződés történhet meg a térségben, és kezdetben az volt az elmélet, vagy hát úgy gondolom, hogy ez az elmélet még most is fennáll, hogyha Ukrajnának sikerül majd valamikor a szuverenitását teljes mértékben kiharcolni, és véget ér ez a háború, akkor egy ukrán, lengyel, Egyesült Királyságok tengely jöhet létre a térségben. Ugyanis már a háború a kezdetén is rávilágított arra, hogy az ukrán-lengyel kapcsolat az nagyon jó, illetve az Egyesült Királyságok is nagy-nagy mértékben támogatja az ukrajnai honvédő háborút. És ezeknek a kapcsolatoknak nagyon fontos ellenszolgáltató értéke, illetve diplomáciai hasznos következményei is lehetnek a háború lezárta után, ha Ukrajna ugye nem válik egy vazallus állammá. Gondolok itt arra, hogy nem válik egy orosz vazallus állammá, léteznek olyan elméletek, ahogyan itt Orbán Viktor is sugallja, hogy a háború után Ukrajnából egy Egyesült államoki vazallus állam válhat. És ha ezt az elméletet megvizsgáljuk, mi szerint Ukrajna, Lengyelország és Egyesült Királyság a háború lezárta után egy nagyon fontos szövetségesi tengely lehet, akkor az Ukrajnában lévő potenciált megnézve, a Lengyelországban lévő elképesztő fejlődéseket és geopolitikai, illetve gazdasági potenciált elnézve, illetve az Egyesült Királyság kapcsolatait és tőkéjét megnézve, ez tényleg egy nagyon fontos európai szövetségesi rendszer lehet, amely ellensúlyozhatja az Európai Uniónak ezt a francia-német fejnehézségét. És itt Orbán Viktor is majd később arra utal, hogy valamilyen módon ezt a francia-német nagyon nyugati, fejnehéz jellegét ellensúlyozni kellene valahogyan, amibe egyébként van is igazság, itt még egyet lehet érteni Orbán Viktor. -ra. A kérdés az, hogy milyen módon érdemes vagy kell ezt ellensúlyozni, illetve Kelet-Európa erejét hogyan lehetne növelni, hogy ne legyen kiszolgáltatva Nyugat-Európának. Ez szerintem is egy fontos kérdés. Az már más dolog, hogy erre milyen válaszokat ad a miniszterelnök. Ő ugye azt látja perspektívikusan, hogy itt a balti államok, vagyis Észtország, Lettország, Litvánia, továbbá Lengyelország és Ukrajna között egy nagyon szoros együttműködés jöhet létre az Egyesült Államokkal, amibe így lazán még becsatlakozhat Románia is, illetve ha Fehér Oroszországban, vagyis Belarusban a színes forradalmak létrejöttében Felszabadulhat Oroszország igája alól Belarus akkor ők is bele tartozhatnak ebbe a geopolitikai szövetségbe, ami a térképen látható, hogy ez teljesen magától értetődő és az Oroszországtól való félelemből táplálkozik. Itt a történelmi félelmek azt gondolom, hogy teljesen jogosak, és teljesen érthetőek az, hogy az Egyesült Államok szövetségét keresik ezek az országok, ahogyan Magyarország is kereste nagyon sokáig. Viszont a háború kirobbanásával Magyarország egyértelműen próbálta magát eltávolítani ettől a szövetségi rendszertől. Ezért is van az, hogy ha itt Ukrajna fog győzni a háborúban, akkor Magyarországnak a geopolitikai elszigetelődése az teljesen egyértelműen fog látszódni a térségben. Ahogyan itt a térképen is látjuk, ugye Magyarország érdeke, én azt gondolom, az lenne, hogy ebbe a szövetségesi rendszerbe ugyanúgy lazán, nem annyira szorosan becsatlakozzon, ugyanúgy, mint Románia. Na de folytassuk a cikket, és akkor majd még visszaugrálok a térképre úgy is. Ja, itt még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, amiben a véleményem nekem az utóbbi hetekben módosult. Ugye itt a NATO agresszióról, vagy NATO kelet-európai szerepvállalásról is van egy mondat, miszerint a zóna súlyát a miniszterelnök szerint az is mutatja, hogy az USA nyugat-európa helyett már csak Lengyelországba és Ukrajnába telepít fegyvereket. Oké, okay? ez Orbán Viktornak a, az olvasata a témában, és nagyon érdekes behozni azt a nézőpontot, mely szerint a NATO ugye agresszívan, Terjeszkedett Kelet-Európába. Azért, hogy Oroszországot beszorítsa, ugye sarokba szorítsa, nagyon sokszor hangzott el ez a narratíva, amit ugye nehéz értelmezni annak a fejében, hogy Oroszország a legnagyobb ország a világon, a 18 millió négyzetkilométerével, de még talán ebben is van valami igazság, és nekem a véleményem az utóbbi hetekben ebben árnyalt, mivel hallottam, egy nagyon jó érvelést ezzel kapcsolatban. Norman Finkelstein, vagy Norman Finkelstein, nem tudom, hogy hogy érdemes mondani a nevét, angolosan vagy kevésbé, róla azt érdemes tudni, hogy ő minden ilyen háborús vagy geopolitikai eseményt egy elképesztően empatikus oldalról közelít meg. Ezért nagyon érdemes meghallgatni az ő véleményét a gázai történettel kapcsolatban is, és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is, mivel ő nagyon empatikusan el tudja mondani, hogy szerinte mi a nézőpont ukrán oldalról, és hogy mi a történet orosz oldalról. És ha az ő elmondásában meghallgatja az ember ezt az orosz álláspontot, ezt az empatizáló orosz álláspontot, akkor az árnyalhatja a mi nyugati képünket is, ahogy megtette ezt az enyémmel kapcsolatban. Na de! tényszerűen mire gondolok. Ugye van az az érvelés, hogy a NATO agresszívan terjeszkedett Kelet-Európába, amire én mindig azt szoktam mondani, hogy de hát Ukrajnának had legyen már az a szuverén döntése, hogy milyen szövetségesi rendszerhez akar csatlakozni. Ha ő az orosz szövetségi rendszerhez akar tartozni, akkor hadd válassza meg ezt, ha ehhez a katonai szövetséghez akar közeledni, akkor had válaszza meg ezt. Viszont, ha nem ehhez akar, hanem a NATO-hoz és a nyugati szövetségi rendszerhez akar közeledni, akkor hat közeledjen a NATO-hoz. Oroszország viszont azt akarja, hogy Ukrajna egy semleges terület legyen, egy pufferzóna, ami sem az ő hatáskörébe nem tartozik, sem a nyugat hatáskörébe. Persze, itt merül fel a probléma, hogy miért van az akkor, hogy most Oroszország megtámadta Ukrajnát, de erre megint feljöhet az az érvelés, hogy ez egy preventív ellencsapás volt, hogy a NATO-hoz ne tudjon csatlakozni, és még ezt is kellő empátiával meg lehet érteni. Viszont itt jön a Finkelsteini fordulat, hogy ugye addig rendben van, hogy Ukrajna csatlakozni szeretne a nyugati fegyveres szövetséghez, a NATO-hoz, de a NATO-nak nem kötelessége ezt elfogadni. Mondhatta volna azt a NATO, hogy itt van ez a szuverén ország, ugye Ukrajna, aki szabadon megválaszthatja azt, hogy melyik szövetséghez akar tartozni, és ő úgy döntött, hogy nem az orosz szövetséghez, hanem a nyugati szövetséghez, a nato akar tartozni, de mi a NATO azt mondjuk, hogy nem akarjuk felvenni Ukrajnát azért, hogy ezzel ne provokáljuk Oroszországot. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy itt ebben a helyzetben mi a helyes döntés, hogy itt helyesebb lett volna elutasítani Ukrajna csatlakozási kér kérelmét, eleve nem kellett volna őket és ugye Grúziát azzal kecsegtetni, hogy a nyugati szövetségesi rendszerhez tartozhatnak, hanem egyszerűen azt kellett volna mondani, hogy nem, mert tiszteletben tartjuk Oroszországnak a geopolitikai érdekeit, és ti semleges ország fogtok maradni azért, hogy legyen ott a Kaukázusnál, illetve Kelet-Európában egy egy nagy-nagy pufferzóna, amely sem nem Oroszország katonai érdekeit nem képviseli, sem a nyugat katonai érdekeit. Ez egy kérdés, hogy ez helyese vagy nem. Minden esetre azt gondolom, hogy a kérdés felvetés önmagában engem elgondolkodtatott, hogy hosszú távon mi szolgálja a békés együttélést a Nyugat és Oroszország között? Az, ha a Nyugat elfogadja mindenkinek a NATO-hoz való csatlakozási hajlandóságát és akaratát, és beveszi őket ebbe a szövetségesi rendszerbe, hogy meg tudja védeni az esetleges orosz támadásoktól, vagy ha tiszteletben tartja a Nyugat, Oroszországnak ezt a kérését, hogy legyen ott egy pufferzóna, viszont fennáll annak a veszélye, hogy ez a fajta beszéd Oroszország részéről csak egy elterelés, csak egy hazugság azért, hogy a jövőben sokkal könnyebben a befolyása alá hajtsa ezeket az országokat. Ugye az eddigi 21. századi geopolitikai törekvései alapján ezt lehetett látni Oroszországtól, Persze, ezzel mindig lehet vitatkozni, hogy ez csupán egy reakció volt a nyugati terjeszkedésre. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Viszont itt nem szabad szerintem a Putyin-faktort elfelejteni. Ugyanis Putyin úgy tárgyal, hogy nagyon határozottan elmondja, hogy ő mit akar, és ha ezeket a deklarációit, ambícióit valaki nem teljesíti, akkor ő kompromisszumokra nem hajlandó. Ezt ugye több esetben is megfigyelhettük már, hogy Putyinnak ezek a, a tárgyalásra benyújtott javaslatai, ezek gyakorlatilag olyan felajánlások, amelyek szinte elfogadhatatlanok, és ha ezt a nyugat ennek megfelelően nem is fogadja el, akkor ő bedurcázik, és onnantól kezdve erről nem hajlandó tárgyalni. Ezt csupán egy hivatkozási alapnak tárja a nyugati nyilvánosság, döntéshozók elé, hogy ő utána feltehesse a kezét, hogy ő meg, megpróbál tárgyalni, de ezekre a nyugatiakkal nem lehet, ők a diplomáciából nem értenek, csak az erőből, és innentől kezdve nem tudnak találkozni az álláspontok. Ez egy nagyon nehéz kérdés, de egy ilyen emberrel, mint Vladimir Putyinnal nagyon nehéz tárgyalni. Na de, vissza a cikkre, folytatva azt. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy ez a blokk gazdaságilag is fajsúlyos szereplő lesz. Mármint itt a lengyel, baltikum, ukrán, román és esetleg belarus blokkról van szó. Tehát ez a teljesen kelet- és észak-európai blokk. A várakozásai szerint ez többek között az ide áramló amerikai befektetéseknek és az Ukrajna újjáépítésére szánt forrásoknak lesz köszönhető. Ez nagyon érdekes, ez, mert sokszor szóba jön ez az érv, de nagyon pontosan tudhatjuk azt, hogy Magyarországnak is lenne lehetősége arra, hogy a háború lezárta után, ugye, ha jó ukrán-magyar kapcsolatok lennének, akkor a magyar gazdasági szereplőknek is lenne esélye arra, hogy részt vegyen ebben az ukrajnai újjáépítési. Tervezetben, ahol nyilvánvalóan az Egyesült Államok lesz a legnagyobb szereplő, de diplomáciai közelség viszonylatában itt a környező országoknak is azt gondolom, hogy nyitva áll a kapu. Orbán Viktor nem ezt az utat választotta. A miniszterelnök szerint mindez oda fog vezetni, hogy ez az új erőközpont erősebb lesz, mint Németország gazdaságilag. Hát ezt azért nehezen tudom elképzelni, de itt azt gondolom, hogy Orbán Viktornak az alapvető félelme onnan ered, hogy ő ugye erre a német ipari kapcsolatokra tett fel mindent. Nemrég egy pogácsa podcastben, vagy videóban, nem is tudom már, arról beszélt, és ez nagyon érdekes volt, és nagyon kevés közéleti személyiség hangsúlyozza, vagy egyáltalán tudja ezt értelmezni, hogy a magyarországi akugyárak azok valójában nem a magyar-kínai kapcsolatokról szólnak, hanem sokkal inkább a felszín alatt a magyar-német kapcsolatokról. Ugyanis ezek a gyárak, akik itt az akkumulátorgyárakat működtetik, ezek ugyan kínai gyárak, de ezek a német autóiparnak gyártanak elsősorban. Ez egy nagyon éles meglátás szerintem Pogácsa Zoltán részéről, és erősíti azt a narratívát, hogy Magyarország az Európai Unióval nem akarja a kapcsolatait megszüntetni, illetve felszámolni, mivel a felszín alatt a gazdasági kapcsolatok az autógyárakkal, és majd most a kínai akugyárakkal is már olyan szorosra lettek fűzve, hogy ezt egyszerűen butaság lenne felbontani. És innen jön egyébként Orbán Viktornak az okos stratégiai húzása, hogy mivel a mélyben megvannak ezek a gazdasági érdekek, ezért neki van egy ilyen ideológiai szabadsága, egy nagyon széles játéktéren játszhat. És ezért van az, hogy Orbán Viktor szét tudja trolkodni az egész Európai Uniónak, a döntéshozatali mechanizmusát gyakorlatilag, amire csak most próbálnak ellenszert keresni az EU-ban, de hát ez nagyon nehéz. Folytatva a cikket, Orbán szerint ennek az általa amerikai-lengyelnek hívott stratégiának köszönhetően az EU-n belüli erőviszonyok felborulnak, és a jelenleg dominánsnak számító német-francia tengely befolyása csökkenni fog. Most, hogy Orbán Viktort miért zavarja annyira, hogy az Európai Unió magállamainak kisebb lesz a hatalma, a kelet-európai országoknak meg nagyobb lesz a hatalmaz, önmagában ebből az előző okfejtésemből következhet, illetve abból, hogy őt kihagyták ebből a buliból. Ez a nagy problémája szerintem Orbán Viktornak, ami érthető. De az is érthető, hogy miért fog Orbán Viktor, és ezzel nagyon sajnálatos módon Magyarország kimaradni, hát teljesen nyilvánvalóan az orosz befolyás és a bizalom aláásása miatt. Orbán Viktor úgy folytatja, hogy nekünk erre volt egy ajánlatunk a derék franciáknak és a németeknek, akik ezt nem fogadták el. Mondta Orbán arról, hogy ő korábban kísérletet tett az EU-n belüli jelenlegi státuszkvó fenntartására. Ennek érdekében javasolták, hogy a francia-német tengelyt egészítsék ki a Visegrádi négyekkel, vagyis Csehországgal, Lengyelországgal, Szlovákiával, Magyarországgal. Ez ugye, ha a térképet megnézzük, akkor egy teljesen érthető, logikus geopolitikai húzás lett volna, ha nem lenne ebben a Visegrádi négyekben minimum kettő teljesen megbízhatatlan figura ugye Ficó Szlovákiában és Magyarországon Orbán Viktor. Ez is okozta egyébként, illetve Orbán Viktor ukrán-orosz háborúban való szerepvállalása, hogy a visegrádi négyek felbomlott. Orbán Viktor itt azt említi, hogy ezt szándékosan verte szét a francia és német diplomácia, mert nem akarta, hogy riválisa legyen Kelet-Európában, a visegrádi négyek, de mi ezt pontosan tudjuk, hogy ezt nem a nyugati hatalmak verték szét, hanem Orbán Viktor saját maga, a háborús szerepvállalásával. Ez egy elképesztő hazugsága részéről, és az, hogy még ennek a felelősségét sem hajlandó elismerni, az valahol beárazza az ő vezetői képességeit. Egy vezetőnek az első számú és legfontosabb attribútuma az azt gondolom az, hogy vállalja a felelősséget. És Orbán Viktortól soha a büdös életben nem hallottunk olyat, hogy ő hibázott, vagy elismeri azt, hogy valamit elrontott, hogy vállalná a felelősséget bármiért is. Mindig más a felelős a magyar ellenzék, Gyurcsány Ferenc, Brüsszel, a sorosista lobby, az LMBTQ propaganda, vagy a zsidók implicit módon itt mindenki felelős, csak egyetlen egy ember nem, aki 14 éve ugye igazgatja ezt az országot. Ő semmiért nem felelős. Orbán érvelése szerint, ha ezeket az országokat szorosabban bevonták volna az EU döntéshozatalába, akkor konszolidálni lehetett volna az EU keleti felét. Orbán szerint ez azért nem történt meg, mert Németország riválist látott a V4-ben, ezért megpróbálta szétverni azt. Erről beszéltem ugye az előbb, és ez egy felelősséget nem vállaló összeesküvés elmélet gyakorlatilag. A miniszterelnök logikája szerint ezért indult többek között jogállamisági eljárás Lengyelország ellen. Itt ugye hallhatunk egy újabb összeesküvés elméletet. Orbán végkövetkeztetése szerint a németek és a franciák magukkal szúrtak ki, ahelyett, hogy megerősítették volna Európa stratégiai autonómiáját. Felkínálták Közép-Európát az amerikaiaknak. És ez egy nagyon érdekes kijelentés. És van is benne némi igazság. Mint ahogyan minden jó összeesküvés elméletnek van egy igazság magja. De hát itt kettő dolog miatt sem tudott létrejönni ez az erős V4-ek, kelet-európai ellenpólus. Hát az egyik az, hogy Orbán Viktor maga verte szét ezt a szövetséget, a másik meg az, hogy a nyugat-európai hatalmak nem bíznak az itt lévő politikai erőkben, és egyszerűen hosszú távra nem tudja magát elkötelezni sem Franciaország, sem Németország abban, hogy kelet-európai szövetséges lásson a vénégyekbe. Itt azt gondolom, hogy erről van szó, és nem többről. Orbán beszédéből az is kiderült, hogy ez az átrendeződés azért zavarja őt, mert ez keresztbe vágja a stratégiai elképzeléseit. Hát ezt el tudjuk hinni? A miniszterelnök beszélt arról, hogy szerinte a világgazdaság súlypontja, főleg demográfiai okok miatt, a nyugat helyett egyre inkább Ázsiába, többek között Kínába tevődik át. Orbán azt mondta, nem tartja helyesnek, hogy az amerikaiak erre úgy reagálnak, hogy ketté hasítják a világgazdaságot. Nos, itt van egy kis csúsztatás Orbán részéről. Nem gondolom, hogy önmagában demográfiai okok miatt helyeződne át bizonyos gazdasági súlypont Ázsia, főleg Kína felé, hanem azért, mert egyszerűen a nyugat a 20. század közepe után szövetséges látott Kínában, ugye elsősorban a hidegháborús Szovjetunió elleni harc miatt, és mára már annyira megerősödött Kína, hogy egyrészt gazdasági ellenfelet, másrészt geopolitikai ellenfelet is lát benne, és ezért kell a nyugati gondolkodók szerint legalábbis valamilyen módon visszaszorítani ezeket a kapcsolatokat Kínával, illetve az ő lehetőségeit gátolni. Orbán Viktor meg ugye nem ebben érdekelt, ez teljesen nyilvánvaló. Szerinte ebben a folyamatban nem szabad a nyugati és a keleti térfolyak között választani, ehelyett azt kell elérni, hogy az érdekeknek megfelelően mindenkivel minden fajta kapcsolatot tudjunk kialakítani. Úgy vélte, hogy Magyarországnak a következő tíz évben ki kell használnia a nyugati és a keleti kapcsolatrendszerből származó előnyöket is. Orbán Viktor több olyan keleti országot is felsorolt, amelyek szerinte fontosak ennek a Magyar stratégiának a végrehajtása szempontjából. Ezek között említette például Kínát. Azt mondta, hogy Indiával mélyíteni akarják a kapcsolatokat, de annak még egyelőre nem találták meg a módját. Hozzátette azt is, hogy a háború befejezése után az oroszokkal is ki kell alakítani az új biztonsági kereteken belül valamilyen kapcsolatot. Hát ez nagyon durva ezt így kijelenteni, hogy a háború után az oroszokkal is ki kell alapítani valamilyen kapcsolatot. Ezzel egyetértek, csak nagyon nem mindegy, hogy mi lesz a háború végkimenetele, ezután milyen Oroszországgal állunk majd szembe, és szerintem csak is ennek tudatában lehet kialakítani egy szorosabb, vagy nagyon-nagyon laza és nagyon távolságtartó kapcsolatot Oroszországgal. Ezt így most bejelenteni, hogy hát teljesen mindegy, mi lesz a háborúnak a végkimenetele, megszűnik-e Ukrajna államisága, vagy hosszú távon majd megerősödik, és bele tud-e integrálódni a nyugati szövetségrendszerbe? Ez teljesen mindegy, az oroszokkal szorosabbra kell fűzni a viszonyt. És itt még Kínát emelik ki Orbán Viktor, illetve Indiát, ami geopolitikai és gazdasági szempontból is elképesztően messze áll Magyarországtól, viszont egy autoriter állam. És Orbán Viktor ugye minden autoriter állammal minél szorosabbra szeretné fűzni a viszonyát. Nagyon várom már a bejelentést, hogy mikor akarunk Észak-Koreával búza mag megállapodásról egy szerződést végre letenni az asztalra. Itt a magyar stratégia címszó alatt megint az van mondva az a hazugság, hogy itt pusztán gazdasági kapcsolatokról lenne szó, de tudjuk, hogy a gazdasági kapcsolatok csupán egy álca ahhoz, hogy leplezni lehessen az ideológiai szálakat, az autoriter testvériség iránti vonzalmat. Orbán szerint egy vicc Ukrajnának az EU-s csatlakozási kérelme, de Orbán Viktori trollkodásra időközben Ukrajna is lépett. Tavaly december elején több a csatlakozás megkezdéséhez szükséges törvényt is elfogadtak. Ezek egyike a kisebbségi jogokról szólt. Az új törvény lehetővé tette, hogy az Európai Unió hivatalos nyelvein így többek között magyarul is folyhasson oktatás az ukrajnai iskolákban. A magyar kormány erre reagálva azt közölte, értékelni fogják az új törvényt, Hozzátették, az azonban láthatóan messze van a 2015-ös jogok visszaadásától. Ez szerintem nem egy túl jó kommunikáció Magyarország részéről, ugyanis Ukrajna háborúban áll, saját magát védi az orosz inváziótól, emellett hajlandó gesztusokat tenni Magyarország felé, és Magyarország erre hogy válaszol? Úgy, mint egy hisztis kislány. Durcásan azt mondja, hogy Hát én értem, hogy te itt gesztusokat teszel, de ez nekünk korán sem elég, mert a múltban ez valahogy teljesen máshogy nézett ki, mint most. Szerintem ez egy borzasztó diplomáciai húzás, és nagyon rossz, hogy még ezekre a gesztusokra sem tud értelmesen válaszolni a magyar diplomácia. Ennek folytatásaként, ugye a sztori még nem ér véget, a következő időszakban a kormány kommunikációjában a kisebbségi jogokra való hivatkozás, Érdekesen visszaszorult. Orbán is másféle érveket kezdett emlegetni. Ezek egyike arról szólt, hogy Ukrajna nem áll készen a csatlakozásra. Ukrajnát úgy ismerjük, hogy az a világ legkorruptabb országa. Ez kész vicc. Mondta például a Le Point francia hetilapnak tavaly decemberben, és azóta is, ha meghallgatjuk a kosót rádiós beszédeit, amit én előszeretettel megteszek két hetente, ott is. Nagyon sokszor azt hangsúlyozza, hogy milyen korrupt ország Ukrajna, és hogy ez gyakorlatilag a magyarok pénze, amit ők ott ellopikálnak kijevben. A miniszterelnök ellenérvei között megjelent az is, hogy Ukrajna felzárkóztatására óriási összegek mennek el. E igen, pontosan erről beszéltem most, hogy orbánnak a, a narratívája, a keretezési rendszere, mostantól a kisebbségi jogokról, a mocskos anyagiakra változtak át. És ha itt a térképre megint egy pillanatra ránézünk, akkor azt láthatjuk, hogy a jövőben potenciálisan kialakuló geopolitikai szövetség akárhogy is fog alakulni, Magyarország mindenképpen elszigetelődik. Ugye már korábban elszigetelődött ebből a nyugat-európai, német-alföldi és francia tengelytől, ha létrejön ez az Ukrajna, Lengyelország, Egyesült Királyság, Kelet-Észak-Európai tengely, abból is ki fog maradni. Ha létrejön ez a tisztán Kelet-Európai USA tengely, ugye Romániával, Ukrajnával, Lengyelországgal, Litvániával, Lettországgal, Észtországgal, esetlegesen Belarusszal, akkor abból is ki fog maradni. És elképesztően bizarr abba belegondolni, hogy a kelet-európai felzárkozó nyugati szövetségi rendszerbe már azt lehet mondani, hogy Románia sokkal inkább tartozik bele, mint Magyarország, és még az a veszély is előállhat, hogy Belarus, Belarus előbb csatlakozhat be ebbe a kelet-európai tengelybe. Teljesen egyedül maradhatunk úgy, hogy még a vénégyek rendszere sincs meg, mint támogató erő. Magyarország úgy járhat, hogy itt van Európa közepén, a Kárpát medence legközepén, de szövetségesi rendszer és jól kiépített diplomácia nélkül. Csupán keleti, autoriter hatalmak támogatásában. Sorry, yeah. seriously. Uh, can I give you some fruit juice or glass I'd love some fruit juice. Yeah.